Sziasztok! 2024. szeptember 17-e van, keddi nap. Budapesten vagyunk, és a Duna tetőzése még 2,5 nap múlva várható itt. 830 és 860 centi között fog tetőzni, ami ugyan elmarad a 2013-as 892 cm-től, de azért jelentős korlátozások várhatók most is. Például a mögöttem elterülő Margit sziget már most le van zárva, holott még egyébként szerintem legalább egy méter kell ahhoz, hogy elöntse. Még a legalacsonyabb pontján is itt körbenéztem. Azért biztos, hogy ZR már most lezárták, ezért a villamosok már most nem állnak meg a Margit hídi megállóban, szóval ezt az egy kicsit túl van spilázva, még a rakpartokat sem öntött el, szóval még abszolút ilyen lightos a téma, szerintem még nincs 8 méternél sem. De azért most megpróbálunk körülnézni, hogy mi az, ami már most sem úgy van, ahogy lenni szokott. Például az egyik ilyen a kettes villamos, ami már mától megosztva közlekedik. Holnaptól pedig a Szentendrei Hév nem megy le az alagútba, mert nem akar búvárkodni, hanem csak ide a Margit híd felszínén fog közlekedni. Azt, hogy meddig, az majd az árhullám levonulásától teszik gondolom függővé. No. A Repon támogatást megtaláljátok a videó leírásának a legfelső sorában. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szenved a Repon automatákkal, mert mint sokszor elmondtam már én is azt teszem, hogy gondol rám. És akkor most nézzük meg, hogy Budapesten így 2,5 nappal a tetőzés előtt mégis mi a helyzet. A budai alsó rakpartot a Margit hídtól északra egyelőre még nem öntött el a Duna, de ez azért olyan sokat nem várat magára. Látjátok, hogy már nincs sok. A hív minden esetre ma még közlekedik a Batthyány térig. Ma még. A Margit szigeten már védekeznek zsákokkal. Az ott végig homokzsák, az a fehér sáv. Meg ott is. Ma még lejön a hév. De óvatosan megy.
Látjátok, homokzsákok. Ezek már elő vannak készítve. Megrakva homokkal körülöttel végig. Hiszen hamarosan jön a víz. Egyébként nem csak itt vannak homokzsákok, hanem a másik fősorba is. Mutatom. Szóval már itt is készülnek az állomás elparikázására. Van ez a szinte jó csomó homokzsák. Mondjuk ez még kevés lesz, hogy csak előkészítették. Ami viszont nekem érdekes, hogy már tudjuk, hogy holnaptól nem jön be a hív ide. Kaptam információt, de ez sehol nincs kiírva. Tehát az utasokat szerintem ma így lenne tájékoztatni arról, hogy holnaptól itt ne keressenek hívet. És ha elfordulunk erre, ez a tábla is csak arról tájékoztat, hogy milyen jegyeket lehet venni a híven, meg milyen jegyeket nem lehet venni a híven. Illetőleg a nagy tábla, ott kint, a vágányok fölött, az is csak az induló híveket írja, semmiféle plusz tájékoztatást nem ad arról, hogy holnaptól itt bizony a víz az úr, és nem a hét. Vagy ez is úgy van, hogy bár felül a gálya. Na jó. Menjünk, nézzük meg, hogy a Batthyány tér oda fent. Milyen a helyzet. Batthyány téren idefent is homokzsákok már megtöltve. Illetőleg egy kicsit odébb, ott a nagy kupac, amivel töltik folyamatosan. És azt a két éven próbálja itt átvészelni, hogy valami értelmeset csinálja. Árvízvédelmi terület, mármint itt vannak, akik intézik a kérdést. És a középről kikandikál a futár tájékoztató tábla, teljesen stílusos. És a futár kijelzőn ki is van írva, hogy holnaptól csak a Margit hídig jár a hév. Sajnos ilyen kijelző pont a hévállomáson nincsen, ott ahol a leginkább keresik majd. De azért a BKK úgy látszik, hogy gondolt erre is, és ez hatalmas nagy pacsi. A jelek szerint felkészültek arra, hogy akár idáig is kijöhet a Duna. Én nem gondolnám, hogy 860-nál az itt lesz, sőt biztosan nem lesz itt, de készülni lehet. Ma itt pont az árvízi összefogás emlékére 13, hát 891 cm volt, akkor nem 92. Kérek elnézést, ennyi most nem lesz. De 860 körülre várják most is. A fonódó a budai oldalon még töretlenül jár. A rakpart már a gyalogosoké. Az autósok legnagyobb örömére. Na, itt már határon van, a szószoros értelmében. Szerintem pár órán belül kint lesz a rakparton. Nagyjából ez volt a vízszint tavaly decemberben. Az alsó rakpart még itt a Lánchídnál is egyelőre vízmentes, de
A holnapi napkeltét már nem így fogja megélni, az szinte biztos. Ez az alagút lényegesen magasabban van, mint a pesti oldali kettes alagút. Úgyhogy ezt, ha elönti a víz, akkor már komolyabb bajok vannak. Feltehetőleg a budai fonódó nem fog leállni, de feltehetőleg. Még a pesti alsórakpart is szabad. Az északi oldalon a kettes villamosok innen fordulnak vissza a Jászai-Mari tér felé, bár még messze nincs ott a víz az alagútnál, és mint utóbb kiderült, valószínűleg a mai napot simán kihúzta volna a kettes, de ez a mai nap üzemkezdettől már így van. És innen helytelen vágányon vissza a Garibaldi utcai visszafogóhelyig. És a Jászai-Mari tér irányú megállóban meg is van hirdetve, hogy bizony-bizony a másik oldalon tessenek felszállni a kettes villamosokra, ha nem szeretnek a Dunaparton gyalogolni. Az oldaltábla sajnos nem sikerült cserésre, azon bizony közvágóhíd van. Mint az jól látható, a Lánchídi alagút az már le van zárva. Nem azért, mert már víz alatt van, hanem csak elővigyázatosságból. Valószínűleg holnap víz alá kerül, de valószínűleg, mert ezt ugye rendesen jósolni nem lehet. Na most nem megyek be, de ha odazumolok, szóval ott még nincs víz. Itt még azért van egy pár centi. Nem sok. Egy olyan 15-20 centi. Szóval reggelre sanszos, hogy ez itt mind víz alatt lesz, ha így árad tovább. Lánchíd alagút, pesti oldal déli kijárat.
szárazon. Az ötös téri megállót jó alaposan körbeszallagozták, hogy véletlenül sem menjen oda senki. Még a pesti alsórakpart is a gyalogosoké, talán még ma este. Aztán a vízézi is csak jön. Ennyire van jelenleg a víz. Nem sok már. Mondom, talán 15 centi. Igató téri hajóállomás falán a vízmérce jelzi ugye, hogy milyen években milyen magas volt az árvíz. És ugye 2013-ban volt az a bizonyos 895 centi. Azt előzte meg az 1838-as ár, a Veselényi Miklós féle. Az 1029-el az valahol ott lenne fönn. Ez ki se fért ide. Na, ezt a szintet kéne most megugrani ahhoz, hogy ez komoly érdekesség legyen. De valószínűleg csak valahol itt lesz 860 körül. Ezt prognosztizálják a szakemberek. Úgyhogy majd meglátjuk. Ha majd kim van a víz, akkor lehet, hogy kijövök és lefilmezem, hogy hol áll a mérce. Egyelőre, mint látjátok, szárazon. Az azt jelenti, hogyha itt van a 754 valahol, itt, akkor jelenleg még messze nincs 700 cm-es sem a Duna. Úgyhogy kitartás, türelem. Holnap, holnap után lesz itt minden jó. Ott középen egyébként kikandikál a Balatonról ide származott Jókai. Jókai kisfaludi replika. Az a zöld. És itt a Vöröstárcsa északi irányban, hogy innentől a villamosok ugye nem közlekedhetnek tovább. Egyébként meg tovább közlekedhetnének nyugodtan az ötös térig. Csak valamiért az a protokoll egy vágányon, és akkor visszajöhetne ugye helytelenbe. De valamiért az a protokoll, hogy ilyenkor csak a március 15-et érig járnak. Ideje volna ide már beépíteni végre egy végleges kitérőt, vagy ide, vagy valahova a viaduktra, mert elég gyakran kell ezt a kúszóváltót itt használni. Ugye itt a március 15-e téren a Jászai Mari tér irányú megállóból fordulnak vissza a 2B23-as villamosok, és ez ki is van írva, hogy innen nem közlekednek tovább, csak az aktuális menetrend nincs kint, hogy miszerint indulnak. Egyébként ezt az alkalmazásban sem találtam, sőt tovább megyek, mint láttátok, a futár kijelzőn sincs kint a menetrend, csak annyi, hogy nem közlekednek tovább, de hogy mikor indul innen Vágóhíd, Erzsébet, vagy a keleti felé, arról semmiféle kijelzés nincsen. Azért ezt viszont még reszelgetni kéne. Az egyetlen OP-szedős KCV a 1328. A kúszóváltó előtt várakozik a kettes, hogy ez a 23-as kimenjen.
szokásos helyre építették be egyébként a kúszóváltót, szinte mindig ugyanoda rakják. Öttel járható. És fordul vissza közvágó híd felé. Kijelzők azok úgy látszik offosak. Előfilm, úgy is mondhatnám, mert igazából az árvíz még csak most jön, hiszen pénteken fog valószínűleg Budapesten tetőzni, 860 cm körül. Jelenleg, mint ugye a Vigadótéri vízmércéből leolvashattuk, igazából még 7 méter körül van talán nagyjából. Tehát egy elég jelentős emelkedés várható még az elkövetkezendő két napban. Ha lesz időm, akkor pénteken jövök, és megörökítem nektek, hogy azt a Vigadótéri hajóállomást ténylegesen előtt és a vízmércénél ott lesz majd az árvíz. Nem tudhatjuk, hogy ténylegesen hol fog tetőzni, ez nyilván a szakembereknek a becslése. Egy biztos, a ráckevéhév kitartóan és garantáltan fog közlekedni az árvíz alatt is. Jók legyetek, sziasztok!